Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Braier Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kizsmenerek József, címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő volt katonai atasai. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy millió elfoglaltsága mellett ránk is szakít időt. E, mit történik? Mi történik ezzel a 800 terroristával? Ön előtt itt volt az LMP szóvivője, és kérdeztem, hogy ők például 44. kongresszusokon, ami február 24-én lesz, amikor tízesztendős lesz, a párt fognak ezzel foglalkozni. Mennyire kell ezt komolyan venni az amerikai elnök? visszaküldi vajon ezeket, illetve elküldi Európába ezeket a terroristákat? Vajon a Genfi egyezmény a hadifoglyokkal kapcsolatban egy terrorista az hadifogoly, vagy katona egyáltalán? Eleve mondjuk az egyezmény is azt mondja, hogy a harcolók, de hát egy terrorista az harcoló? Hát egy Ina másfél órára való sokor. kérdés már összegyűlt, tehát ez nem okoz túlzottan sok problémát. Először is, aki terrorista, az nem katona és nem a Genfi Egyezmény hatája alá esik, tehát teljesen más kell kezelni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ezeket kik eh, fogba, Kik tartóztatták le, és mit lehet velük tenni? Hát ugye úgy néz ki, hogy a kalifátus kezd most már teljes egészében kifújni, az iszlám állam, mint ideológiai. De az a kettőt megmarad. összekeverik, az a iszlám államot és a kalifátus. Következetesen ez, összekeverik, ez a magyar médiában is teljes zavar. Akkor van tegyük ebbe. ezt tisztában. Hát, hát tisztában nagyon egyszerű tenni, a, a kalifátus az egy szervezet. Ők úgy hívják, hogy állam. Olyan állam, amit a világon senki nem ismert el. Saját magukat nevezték államnak. Ezért szokták így mondani, hogy a magát, magát iszlám államnak nevező kalifátus. Na Iszlám állam az, mint ideológia. Az ideológia pedig nem szüntethető meg, főleg nem fegyveres úton. Az ideológia az tovább terjed, ha nem itt, akkor máshol, és tulajdonképpen ezek a szervezetek máshol megjelennek. Karifátust, mint szerveti struktúrát felszámolták, az emberek szétszélednek. Akit őrizetbe vettek, kik vették őrizetbe? A kurdok vettek őrizetbe illetve a másik terület, akik még őrizetbe vehették, azok a basála-alaszad a ellenzéke, akik mondjuk nem nagyon szerette, illetve lehet még olyan is, hogy a vasála-alaszad kormányzat, meg az amerikaiak. Na most a, 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 Trump elnök bedobta azt a változatot, hogy náluk van körülbelül 800 úgynevezett külföldi harcos, akit vissza kellene küldeni oda, ahonnan jött, de ő csak Nyugat-Európáról beszélt. Most a külföldi harcosoknak jelentős része de ezek nem Nyugat-Európából Nyugat valóak. Hát e, na, itt a probléma, erről nem beszélnek. Hát a külföldi harcosok jelentős És része. És ő nem harcos, ő terroristáról beszélt. Hát hogy most, most kit nevezünk terroristának, abban nem menjünk bele, mert egy hosszú idő. És hogy mert, lehet ez Nyitani európai nyugat-európai bíróságokon. Hát először is el kell fogadni azt, hogy ez az illető német állampolgára. Tudják bizonyítani, hogy német állampolgárságon, franci állampolgárságon vagy éppen nem is bosnyák, lehet bizonyítani, akkor ezt vissza lehet adni annak az országnak, ahonnan jött. Na most illik visszafogadni az országnak a saját állampolgárát. Ha ezt tudják bizonyítani, akkor a nagyon nagy problémát nem okoz, de tekintettel arra, hogy terroristának tekintik azokat a külföldi harcosokat, akik kimentek az iszlám állam kötelékébe harcolni, Akár akkor. azokat és akár zsoldosként is, akkor ezek bűncselekményt követtek el, következésképpen eljárás kell folytatni. Nyilván az a megjegyzés, amit a Trump tett, hogy akkor ő szabadon bocsátja, ezt, ez, nem fog bekövetkezni, mert ezt nem fogják megegyezni se a szírek, se a szír eh, kormány ellenzéke, se a kurdok. Ezekkel valamit csinálni kell. Most, hogyha át, elviszik az adott országba, akkor le kell folytatni az eljárást. Az eljáráshoz meg kell egy bizonyítási folyamat, hogy ő tényleg mint követett el, amúgy egyébként nincs ez a bíróság, aki elítélje őket. Tehát ez egy elég hosszú folyamat, egyébként megjegyzem az, a 800 ember nem sok, tehát mondjuk az megnézzük, megnézik, hogy hány felé lehet szétosztani, és honnan mentek ki, melyik országba, ezek többé-kevésbé ismertek, hogy kik mentek ki. Hát ezek meg úgy őrizetben vannak, tehát nem olyan emberek, De hát akkor ők, ők, ők óradó tanárok lehetnek a terrorista továbbképzésben. lehetnek, hogyha mondjuk elítélik őket és bekerülnek nyugati börtönökbe, akkor ott lehet, hogy óradó tanárok lesznek a börtönbe, ahol továbbképzést folytatnak azoknak, akikből még lehet majd a továbbiakban terrorista. Mindenképpen vissza kell őket fogadni, Adni, és hát, hogy hogyan, meg milyen módon ennek még a része. Amerikában nincs van kidatászva. halálbüntetés, főleg terroristák számára. E, Nyugat-Európában szinte egyetlen országban Nyugat-Európában nincs halálbüntetés. Na most nézzük meg, hogy az amerikaiak azokat, akik terroristáknak minősítettek, hova vitték, Van Tanámóba, ugye, ami még mindig működik, és köszönni szépen jóval, egyetlen egy elnök se tudta felszámolni. Hát most most a Trump azt mondja, hogy vigyék haza őket az adott nyugat-európai országok többen tiltakoztak, de ez még nincs lejátszva az a meccs, tehát ez még egy elég hosszú folyamat lesz, és el fogunk jutni oda, hogy valamit csinálni kell ezekkel, mert nyilván nem fogják ott őket sokáig tartani. Önnek véleménye van a v kapcsolatban is. Ön szerint, mint katonai atasé a protokollokkal és általában az ilyen események szervezésében is többször szerepet vállalt, mint katonai atasé. Vajon jól tették a lengyelek, hogy nem mentek el? Az én véleményem szerint ez egy nagyon rosszul szervezett találkozó, amit már egyébként hónapok óta készítenek elő. Na most ezt én módon előkészíteni, az utolsó perzbe derül ki az, hogy a lengyelek úgy döntönek, hogy most akkor nem mennek el, különböző okokra hivatkozva, úgyhogy konkrétok megvan ugye a holokauszt kapcsolatban. De az igazság az, hogyha egyszer megállapodunk egy találkozóba, hogy ez ekkor lesz és ezek vesznek részt, akkor az nem illik lemondani. Tehát ez már eleve a lengyelek részéről egy udvariatlanság. Nem szabad elfelejteni, hogy választások vannak Izraelbe, tehát a Netanyahu részéről sem mindegy, hogy most ez a találkozó létrejött volna, vagy nem jött létre egyáltalán. A következő probléma az, hogy a V4-ek egységének a megítélése szempontjából ez egy nagyon rossz dolog, mert ugye itt a V4-ek hangsúlyozzák és verik a mellüket, hogy mi egységesek vagyunk, és az Európai Unión belül mi már má, olyat is adott, hogy magárubba tartozunk, ami mondjuk. Természetesen nem igaz, mert a maga a nem azok az országok tartoznak, akik később léptek be a szervezetbe, hanem azok, akik alapították az Európai Uniót, illetve annak elődjét a közös piacot. De az igazság az, hogy ezzel sikerült nagyon szépen bizonyítani, hogy a v nem egységesek. De ráadásul ez a bizonyításra akkor került sor, amikor felkészülnek éppen egy választásra, egy Európai Unió parlamenti választásokra, tehát ez nagyon rosszul jött ki. Uh, azt pedig kifejezetten udvariatlanság utolsó például lemondani, egy olyan nemzetközi találkozót, amely, amely nem bilaterális, hanem több ország vesz részt, kellemetlen helyzetbe hozzák a társországokat. Tehát én Lengyelország részéről ezt egy nagyon rossz politikának tartom. Nem beszélve arról, hogy ezt nem lehet elfogadni a másik oldalon. Tehát ma Izraelbe arról beszélni, még egyáltalán Izraelbe arról beszélni, hogy a holokausztal mi történik, meg kihívás, meg ki nem. Kérem, a holokauszt megtörtént a koncentrációs táborok Lengyelországban voltak, erősen, erősen megkérdőjelezhető az, hogy mekkora szerepe volt a lengyel vezetésnek. Nyilván volt szerepe. Na most ugye a lengyel nép, vagy a lengyelek ezzel le lehet lovagolni, de úgy egyébként nyilván ezen is lehet látni, ezen a, ezen a cselekedeten, amit a lengyel vezetés csinált, az, hogy, hogy tulajdonképpen ott is választás van, és próbálnak különböző pozíciókat kiépíteni. Én szerintem nagy hiba volt ezt most nem megtartani. Hogy aztán most ez úgy kerül megtartásra, hogy bilaterális, hát egy bilaterális, mondjuk egy miniszterelnöki vagy államfői szintű találkozót az elő készíteni. Tehát nem azért mennek, hogy most egy picit megveregessük egymás vállát, hanem ott akkor egyezményt írnak alá, annak pontos protokollja van, amit előre kidolgoznak. És ezt pedig arra készítették elő, hogy a visegrádi négyek együtt lépnek fel. Na ez kurva És akkor azt sem várható, hogy esetleg. Izrael irányába olyan pozitív lépést tennének a V3-ak, a V4-ek hiányában, hogy esetleg elismerjék a zsidó állam fővárosát. Azt nem hiszem, hogy ő erre sor kerül. Eleve nem is lesz olyan, hogy V3, mert V3-ról nem beszélhetünk. Tehát ezt, ezt mondjuk politikailag sem fogják elfogadni. Tehát nincs szó arról, hogy V3 arról van szó, hogy bilaterális találkozóra kerültek. Tehát a lengyelek megsértődése tulajdonképpen kellemetlen helyzetbe hozta ö, a magyar miniszterelnököt is. A magyar miniszter Elnököt, a csehet, a szlovákot és az izraeli miniszterelnököt. Mindet kellemet lehelyzetbe hozta, tehát azért, azért ez nem volt valami. Diplomáciailag mindenki. Miért elindíten gondolja elindíten. azt a lengyel történelem írás, hogy a zsidó népnek és a lengyelek nagyszámba e, Izraelbe vonultak, e, e, hogy át lehet írni, vagy át lehet értékelni napjainkban a történelmet? Hát az elég baj, ha a történelmet átértékelik. A történelmet úgy kell értelmezni, ahogy történt. És én voltam egy párszor Auschwitzba, és láttam azt, vagy látom azt, hogy ami mondjuk 30 évvel ezelőtt volt, ahogy kinézett mondjuk az auschwitzi tábor, vagy múzeum, Uh, abban elég sok uh, puhítás történt már a mai sok minden eltűnt volna, sokkal, sokkal egyszerűbbé vált az egész, hát nem azt mondom, hogy, hogy látványosabb, mert ez nem látvány sajnos, ez egy nagyon szomorú dolog, de ahogy, ahogy bemutatják, az már nem olyan, mint korábban volt. Tehát van egy olyan érzés az embernek, ha elmegy oda, mintha próbálnák eltüntetni a volt nyomokat, hogy ne emlékezzenek és az idő telik, a mai gyerekek már ugye legfeljebb hallomásból tudnak róla, emellé még egy-két ideológiát be is tesznek, ettől kezdve az egész elhalványul. Nem lehet el, Titkolni, vagy nem lehet eltüntetni azt a szerepet, amit ebben a szörnyű tragédiában a kormányok játszottak. Legyen az magyar kormány, legyen az lengyel kormány, és sorozatlan többet, mert máshol is voltak. Igen, most ezeken a megbeszéléseken, ugye az izraeli bíróság úgy döntött, hogy Natanyahu egyszerre nem lehet miniszterelnök és öt miniszteri tárcája, tehát kénytelen volt egy ügyvezető külügyminiszternek átadni a Külügyminiszteri Bársony széket. Ő vajon akkor ezeken a megbeszéléseken nem is fog megjelenni, hogy nehogy fölidegesítse a többieket? Hát valószínűleg meg fog jelenni, nyilván. De hát én még mindig a, a lengyeleket tartom hibásnak, mert akkor mondtaták volna azt, hogy nem megy el a miniszterelnök, de fölruházza minden joggal, ezen a tárgyaláson a külügyminisztert, és ő járjon el tulajdonképpen. Hát eredetileg ez részéről. volt az utolsó Ez lett volna a normális dolog, és nem van. ez, ami történt, mert ez egy nagyon nagyon szégyenletes és szerencsétlen dolog, amit most e, A távirati irodák azt közölték, hogy a V4-ek és az izraeli akkor izraeli miniszterelnökkel való találkozásra az év második felében kerül sor. 49 nappal vagyunk az izraeli választások előtt. Hát az már egy más helyzet lesz, hogyha először más lesz az elnökség, tehát, mert, mert és, és ugye kik az elnökök most, a szlovákok, tehát neki kellett volna az egészet összefogni. És nekik kellett volna meggyőzni, vagy a másik három országnak meggyőzni a lengyeleket, a gyereket. A csehek mindent megpróbáltak? Meg, megpróbáltak, rendben van, de nem sikerült. Na most, hogyha, hogyha a legközelebb egy más elnökség alatt szerveződik ez a dolog, nem biztos, hogy ugyanaz a kormány lesz Izraelbe tehát megint más lesz a helyzet az európai választások után fog erre sor kerülni nagy valószínűsége. Tehát az már egy más téma lesz, és azt megint el szépen kezdeni, kezdeni, építkezni, és eldönteni azt, hogy most tulajdonképpen mit akarunk mi ezen a találkozó során, és mit akarunk bizonyítani, mert most nem az sikerült bizonyítani, amit szerettek volna, az teljesen egyértelmű gondolom mindenki számára. Itt folytatjuk legközelebb, mert kolompol az óra, hogy 8 óra 32 másodperc van, és már következő vendégünknek kéne itt ülni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, és visszavárjuk. Köszönöm szépen. Előzetesek, és már is jövünk vissza.